A 12 éves török Patrik csillogó szemmel fényezi az egyik autó alkatrészt. Azt mondja, nagyon izgalmasnak találta, és úgy véli, a későbbiekben szívesen tanulna karosszéria lakatosnak. Alig bírtam el. Igen? De érdekel? Nagyon érdekel ez engem. A Bonyhádról érkező Szőcs Lajos 50 éve fényezi, szépíti az autókat. Úgy látja, a cégek utánpótlással és munkaerőhiánnyal küzdködnek. Vennénk tanulót, ha lenne. Jelenleg nincs képzés autófényezésben, és nagyon nagy gond az utánpótlásba. Tehát akik vannak, azt elszívta a Székesfehérvár, elvitte a Audi, elvitte a Kecskemét, Mercedes, úgyhogy szakember hiányba küzdködünk. Az újraélesztést tanulják a diákok az egészségügyi dolgozóktól. Többen kipróbálták ezt és a készfertőtlenítést is. Továbbá a műtéti eljárásokkal, valamint az emberi testtel is megismerkedtek. Több diáknak felkeltette az érdeklődését az orvosi szakma. Én állatorvos szeretnék majd lenni, de amúgy minden érdekel, így az orvosság is, meg minden. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara második alkalommal rendezte meg a szakma arénát, kifejezetten annak érdekében, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését a szakmák iránt. Azt gondoljuk, hogy a családi vonatkozás áll a dolog mögött, és ezért jelentkeznek az adott szakmákra. Azt gondoljuk, hogy minél előbb el kell kezdeni a pályorientációt. Most már 5-től 8-ig kinyitjuk az ollót, és az összes olyan diákot hívjuk, akit remélhetőleg a később a szakma világában fog elhelyezkedni. Több száz Tolna megyei diák, több csoport szexárdi óvodás vett részt a kamara rendezvényén, ahol 18 szakmával ismerkedtettek meg a tanulók.